Szökés Karim a szaudi férjek többségével ellentétben a család iratait és útlevelét nem zárta el felesége elől. Aláírását már azelőtt megtanultam utánozni. Pecsétjét otthoni dolgozó szobájának íróasztalán tartotta. Mire összegyűjtöttem gondolataim és visszatértem a házba, Karimot sehol sem találtam. Tehát gyáva is gondoltam. Meg voltam győződve arról, hogy egy vagy két éjszakát apja palotájában tölt. Hirtelen Nóra jutott eszembe. Sisteregtem a haragtól, elképzeltem, milyen örömet érezhet anyósom sorsom láttán. Több mint valószínű, már ki is választotta a legidősebb fia második feleségét. Eddig a pillanatig nem is tűnődtem azon, ki lehet az. Talán egy fiatal királyi unokatestvér, hiszen a család hajlamos egymás közt házasodni. Nyugodtan összecsomagoltam úti holmimat, és kiürítettem rejtett széfünket. Több százezer dollár volt benne. Mint a királyi család legtöbb tagja, Karim is felkészült a lehetőségre, hogy forradalom tör ki, ami bármikor megeshet egy monarhiában. Azt tervezte, hogy megvásároljuk életünket a szegényektől, akik átveszik a hatalmat a gazdagok felett. Vérszomjas imát morogtam, hogy a keleti tartományban élő sít a kisebbségünk döntse meg, szunnít a vezetőinket. Most először jelent meg mosoly komor arcomon, ahogy elképzeltem Karim levágott fejét egy oszlopra tűzve. Ékszereim beraktam egy kis utitáskába, majd a lehető legkönnyedebben elkészítettem uti okmányaimat. Készen álltam. Egyik nővéremben sem bíztam, hisz gondoltam, elfoghatja őket a kísértés, hogy tervemet elmondják férjeiknek. A férfiak pedig összetartanak. Karimot azonnal értesítenék. Legmegbízhatóbb cselédlányomat hívtam, mert sejtettem, ő lesz az első, akit Karim kikérdez. Azt mondtam neki, hogy néhány napra Dzsiddába megyek, s kértem, tájékoztassa erről a férjemet, ha tudakozódna. Telefonáltam a családi pilóták közül annak, akit a legjobban kedveltem, és értesítettem, hogy egy órán belül Dzsiddába repülünk, várjon a repülőtéren. Felhívtam a dzsiddai szolgákat, és tudattam velük, hogy meglátogatom egy barátom a városban, s lehet, hogy ellátogatok a villába is. Utasítottam őket, ha Karim oda telefonálna és beszélni akarna velem, mondják azt, hogy egy barátnőm otthonában vagyok, és mihelyt módom lesz rá, visszahívom. Mindezekkel az volt a célom, hogy Karim, ameddig csak lehet, ne sejtse meg igazi célom. Miközben kivittek a repülőtérre, ámulattal néztem a hatalmas csütörtök esti forgalmat. A város tele volt külföldi munkásokkal, mert mi, szaudiak, nem vállalkozunk kétkezi munkára. Ezek az emberek egy nap megunják, hogy olyan rosszul bánnak velük, és tetemeinkből a városainkat előzönlő vadkutyák fognak lakmározni. Amikor az amerikai pilóta megpillantotta felétartó fekete árnyékomat, vigyorogva integetett. Sokszor utaztam már vele, és azokra a nyílt, barátságos pilótákra emlékeztetett, akik annyi évvel ezelőtt anyámat és engem vittek szarához. Az emléktől megremegett a szívem, és elöntött a vágy anyám gyógyító ölelése után. Miután felszálltam a gépre, közöltem a pilótával, hogy terveink megváltoztak. Egyik gyerekünk megbetegedett Dubájban, épp most hívott fel Karim, hogy azonnal utazzak oda. Ő, Karim, holnap jön utánam, ha komoly a baj. A legnagyobb könnyedséggel hazudtam a pilótának, hogy szerintünk a gyereknek egyszerűen csak honvágya van, és anyja látványa feltehetőleg megnyugtatja. Három hete vannak távol, túl sok idő egy ilyen kisgyereknek nevettem. A pilóta nem kérdezősködött, megváltoztatta a repülési terveket. Évek óta repült családunkkal, és boldog párnak ismert minket. Nem volt oka rá, hogy kételkedjen utasításaimban. Amikor megérkeztünk Dubajba, azt mondtam a pilótának, hogy szokásos hoteljébe a Dubaj seratomba szálljon meg. Ott hívom holnap vagy holnap után, és értesítem terveimről. Azt is mondtam neki, tekintse úgy, nincs szolgálatban, mert Karim azt üzente, nincs szüksége se rá, se a gépre. Három lírgyetünk volt, egyik mindig készenlétben állt Karim számára. A gyerekek boldogan ugrottak a nyakamba, amikor megláttak. A brit nyári tábor igazgatója együttérzően csóválta a fejét, mikor közöltem vele, hogy a gyerekek nagyanyja súlyos beteg, s még aznap este vissza kell vinnem magammal a gyerekeket riádba. Elsietett az irodába az útlevelekért. Kezet ráztam vele búcsúzóul, és közben megemlítettem, hogy nem találom a szolgákat, akik elkísérték a gyerekeket Dubájba. Nem vették fel szobájukban a telefont, nyilván vacsorázni mentek. Megtenné, hogy felhívja őket reggel az üzenettel, hogy jó el a pilóta a dubai saratomban várja őket. Azonnal menjenek oda, és adják át neki ezt a levelet. Ezzel átnyújtottam egy, az amerikai pilótának címzett levelet. A levélben bocsánatot kértem tőle, amiért így becsaptam és felhasználtam. Az utóiratban Karim számára írtam le, mint jártam túl a pilóta eszén. Karim megharagszik a pilótára, de haragja majd elmúlik, amikor végig gondolja a körülményeket. Joel Karim kedvenc pilótája biztosan nem veszíti el az állását. A gyerekek és én beszálltunk a várakozó limuzinba, és a repülőtér felé száguldottunk. Egy óra múlva indul a közvetlen járat Londonba. Szerzek négy helyet erre a gépre, gondoltam, bármit is kelljen hazudnom. Mint kiderült, nem kellett a lelkemet tovább terhelnem. A gép csak nem üres volt. A legtöbben a forró nyár vége felé visszatértek az öböl térségbe. A gyerekek álmosak voltak, nem sokat kérdezősködtek. Azt mondtam nekik, meglepetés vár rájuk az út végén. A gyerekek aludtak, én pedig idegesen lapozgattam egy képeslapot, de nem jutott el agyamig, mit olvasok. A következő lépéseket tervezgettem nagy gonddal. Életem hátralévő része a következő néhány hét eseményei múlik. Hirtelen úgy éreztem, hogy valaki figyel. Leleplezték volna szökésem? Végignéztem az üléseken, s egy harminc év körüli arabasszony pillantásával találkozott tekintetem. Három vagy négy éves forma alvó kislány tartott karjában. Megkönnyebbültem, hogy egy nő tekintetét érzem magamon, és ráadásul egy anyájét, hiszen tudtam, hogy a szaudi férfiak soha nem bérelnének fel e féle célra egy anyát, mégis zavart ez az átható pillantás. Végül felálltam, megkerültem a tálalókocsit, és leültem mellé az üresülésre, hogy megkérdezzem, mi baja. Talán megbántottam valamivel? Kemény arca életre kelt. A repülőtéren voltam, amikor megérkeztek maga és a kölykei. Megvetően nézett gyerekeimre. Szinte átgázoltak rajtam és a gyerekemen, amikor leadták a jegyüket. Sötét rossz indulattal nézett a szemembe, úgy hangsúlyozta a következő sértéssel nemzetiségemet: Maguk, szaudiak, azt hiszik, megvásárolhatják a világot. Teljesen kikészített ez az őrült nap. Magam még jobban meglepődtem, mint az asszony, mikor hirtelen könnyekre fakadtam. Zokogva elnézést kértem, de nagy tragédia történt, és nagyon fontos volt, hogy elérjem ezt a gépet. Könnyes arccal mentem vissza ülésemhez. Az asszony együttérző természet volt. Nem volt képes magamra hagyni az érzelem kitörés után. Gyorsan lefektette lányát az ülésre, és mellém térdelt az ülések közti folyosón. Megmerevettem, elfordultam, de ő közel hajolt hozzám. Kérem, ne haragudjon, velem is nagy tragédia történt. Ha elmondom, mi esett meg a lányommal az önök országában, minden bizonyjal valamelyik honfitársa által meg fogja érteni, miért vagyok olyan keserű. Több szörnyűséggel találkoztam, mint a legtöbben egy élet során. Nem akartam lelkemet még egy igazságtalanság történetével terhelni. Nem bíztam hangomban, így a számról kellett leolvasnia. Ne haragudjon! Úgy tűnt, megérti, hogy a hisztéria határán vagyok, mert ott hagyott. Az asszonyból mégis kikívánkozott a rémes történet, és mire az út véget ért, megtudtam, mi azok a fájdalmának. Történetét hallva keserűségem tovább nőtt az ellen a degenerált, patriarchális társadalom ellen, amely veszélyes minden nőre és gyermekre, aki, legyen bármilyen nemzetiségű, Arábia területére merészkedik. Az asszony Vidád libanoni volt. A hosszú, szívszorító polgárháború miatt, amely ebben az egykor oly gyönyörű kis országban dúlt, Szaúd Arábiában és az Öböl államokban hemzsegnek a munkát kereső libanoniak. Vidád férje azon szerencsések egyike, akit igazgatóként alkalmaztak egy virágzó riádi üzletben. A kedvező indulás után úgy gondolta, biztonságban maga után hozhatja feleségét és kislányát a Sivatagi fővárosba. Vidád elégedett volt riádi életével. A libanoni háború elvette a kedvét attól, hogy visszatérjen a vég nélküli lövöldözésekbe, ahol ártatlan emberek halnak meg értelmetlenül. Boldogan letelepedett egy országban, amely annyira különbözött attól, amit korábban ismert. Tágas villát béreltek, butort vettek, berendezkedtek. Vidádra nagyon mély benyomást tett, hogy országunkban nincs bűnözés. Szigorú büntetéseket mérnek ki a bűnösökre, és kevés bűnöző választja működése szinte mert az elítélt tolvaj elveszti kezét, a gyilkosnak, vagy pedig annak, aki nőket erőszakol meg, fejét veszik. Feltehetőleg ezért is mulasztotta el figyelmeztetni kislányát, hogy óvakodjék az idegenektől. Két hónappal azelőtt Vidád kis partit adott néhány barátnőjének. Akár csak a szaudi asszonyok, a külföldi nők semigen tudták elfoglalni magukat országunkban. Vidád üdítőket szolgált föl, és kártyáztak. Egyik vendége a gyermekeit is magával hozta, és Vidád lánya jól érezte magát a kertben. Miután utolsó vendége is eltávozott, Vidád segített két hindu szolgájának rendbe tenni a házat, mielőtt férje este hazatért. Megszólalt a telefon, és Vidád fel sem fogta, milyen hosszan csevegett. Mikor kinézett az ablakon, már sötét volt. Szólt az egyik szolgának, hogy hozza be a kicsit. De nem találták. Kétségbe esett kutatás kezdődött. Az egyik vendég emlékezett rá, hogy a gyerek a járda szélén ült babájával a kezében. Közben hazaért vidát férje is, és neki láttak átkutatni a környéket, de senki nem látta a gyereket. Több heti hiába való keresés után Vidád és férje csak arra gondolhatott, hogy egyetlen gyermeküket elrabolták és valószínűleg meg is gyilkolták. Amikor minden remény elveszett, Vidád úgy érezte, nem bír megmaradni riádi villájukban, így visszatért családjához a háború sújtott a Libanonba. Férje, hogy gondoskodjon megélhetésükről, ott maradt, nem adta fel munkáját. Tíz nappal vidált Beirutba való visszatérése után hangosan dörömböltek lakása ajtaján. Megrémült, mert az utóbbi időben a miliciák a szomszédságban harcoltak. Úgy tett, mintha senki sem volna otthon, amíg meg nem hallotta egyik szomszédja kiabálását, hogy hírek érkeztek férjétől Riadból. Vidát férje az imént hívta fel ezt a szomszédot, a vonal ugyan megszakadt, de azért sikerült átadnia a hihetetlen üzenetet. Vidád szálljon hajóra és utazzon Ciprusra, ott menjen azonnal az ottani szaudi nagykövetségre. Ott várja a szaudarábiai vízum. Amilyen gyorsan csak tud, térjen vissza Riádba. Lányuk él, hazatért. Három hosszú napra volt szüksége, hogy hajón megtegye az utat Libanonból Larnakába, lepecsétetesse a vízumot, hogy repülővel Riádba mehessen. Mire Vidád megérkezett Riádba, kiderült a rémisztő igazság a gyerek sorsáról. Vidád férje mihelyt magához tért a megdöbbenéstől, hogy hazaérkezve a villához rég elveszett lányát a kapuban találta, azonnal elvitte a gyereket egy klinikára, hogy megbizonyosodjon, nem erőszakolták-e meg, hiszen ettől rettegett. A kicsit alaposan megvizsgálták, hátborzongató volt az eredmény. Az orvos közölte a döbbent apával, hogy a gyereket nem molasztálták szexuálisan, azonban nem régiben komoly műtétet hajtottak végre rajta. Vidát kislányát vesedonorként használták, ráadásul a gyerek sebei csúnyák és elfertőzöttek a kosztól. Vad találgatás kezdődött a gyermeket vizsgáló orvosok között, kérdések hosszú sora merült fel a műtéttel és a testrész befogadásával kapcsolatban. Valószínűtlennek tűnt, hogy a gyereket Szaudarábiában műtötték. Ekkoriban az ilyen operáció még ritkaság volt a királyságban. A rendőrség nyomozni kezdett. Azon a véleményen voltak, hogy a gyereket valószínűleg Indiába vitte egy gazdag szaudi, akinek gyermekén veseátültetést kellett végezni. Az is lehet, hogy az illető több gyereket is elrabolt, és úgy választotta ki a legmegfelelőbbet. Nem tudták rekonstruálni a műtéthez vezető eseményeket, mert a gyerek csak egy hosszú, fekete autóra és egy rossz szagú zsebkendőre emlékezett, amelyet egy nagy darab férfi tartott a kezében. Amikor felébredt, komoly fájdalmai voltak. Egyedül volt egy szobában egy ápolónővel, aki nem beszélt arabul, egyebet nem látott. Aznap, amikor kiengedték, bekötötték a szemét, hosszú ideig vitték kocsival, majd váratlanul kirakták házuk előtt. Nem kétséges, hogy bárki rabolta is el a gyermeket, gazdag volt, mert amikor a kislány apja kiugrott kocsiából és karjába kapta a kislányt, az egy kis zacskót szorongatott kezében. Az zacskóban több mint 20 ezer dollár készpénz volt, és mellette értékes ékszerek. Érthető hát, hogy Vidád megvetette földünket és az olajhozta gazdagságot, amely annyira megváltoztatta az embereket, hogy azt hiszik, pénzükkel az élet összes nehézségén órá lehetnek szent testrészeket vesznek ki ártatlan gyermekekből, és pénzt hagynak ott, hogy csillapítsák a sértett haragját. Vidád látta arcomon a hitetlenkedést. Oda alvó gyermekéhez, és megmutatta a hosszú, vörösebb helyet, és ezzel azt, milyen erkölcsi mélységig képesek süllyedni az emberek. Meg sem tudtam szólalni, csak rémülten csóváltam a fejem. Vidád őszinte szeretettel nézte alvó lányát, aki oly csodával határos módon került meg. Búcsú szavai maradék büszkeségemet is lerombolták, amelyet országom iránt éreztem. Maga szaudi nő, együtt érzek magával. Rövid időt éltem ebben az országban, de láttam, mint élnek. Az biztos, hogy a pénz szőnyeget varázsol a lábuk elé, de az ilyen emberek, mint a szaudiak, ezt nem érdemlik meg. Egy pillanatig tűnődött, mielőtt folytatta volna. Igaz ugyan, hogy az anyagi szükség Szaúd-Arábiába hajtja a külföldieket, mégis mindenki gyűlöli magukat, aki csak ismeri országukat. A londoni repülőtéren láttam utoljára Vidadot, vadul szorította magához szeretett gyermekét. Miután Londonban alaposan kivizsgálták lányát, Vidad inkább a libanoni háborúskodást vállalja, mint országomban a szaudiak képmutatását és elképzelhetetlen gonosságát. A gyerekekkel együtt Londonban töltöttem az éjszakát. Másnap keltünk át a csatornán, és érkeztünk Franciaországba. Onnan vonaton Zürichbe mentünk. Néhány órára egy hotelben hagytam a gyerekeket, amíg kiürítettem fiam svájci bankszámláját. Egy több mint 6 millió dolláros utalványjal kezemben biztonságban éreztem magam. Autót és sofőrt béreltem, úgy mentünk Genfbe, onnan visszarepültünk Londonba, majd a csatorna szigetekre. Itt a pénzből számlát nyitottam a nevemre, de a riádi szévből kivett készpénzt magamnál tartottam a költségeink fedezésére. Innen Rómába repültünk, ahol újra kocsit és sofőrt béreltem, hogy visszavigyem Párizsba. Ott felfogadtam egy főállású házvezetőnőt, egy sofőrt és egy testőrt, aztán álnéven villát béreltem Párizs külvárosában. Biztos voltam benne, hogy ennyi elterelő manőver után Karim soha nem bukkan a nyomomra. Egy hónap múlva a házvezetőnő gondjaira bíztam a gyerekeket, és Frankfurtba repültem. Ott beléptem az egyik bankba, és közöltem, hogy Dubajból jöttem, és szeretnék egy nagyobb pénzösszeget elhelyezni. A bank igazgatói irodájába kísértek, és a lehető legnagyobb udvariassággal bántak velem. Hatalmas összeget vettem ki a táskámból készpénzben, és tettem az igazgató asztalára. Döbbentem merett a pénzre. Elmondtam, hogy szeretném felhívni férjem, aki Szaudarábiában van üzleti úton. Természetesen boldogan fizetem a hívást. 500 dollárt nyomtam a kezébe. Az igazgató felpattant, szinte összecsapta a sarkát, úgy közölte, hogy telefonáljak, ameddig csak óhajtok. Kiment, de előbb megnyugtatott, hogy három irodával odébb lesz a folyosón, ha szükségem volna rá. Szarát hívtam. Tudtam, hogy most arra megszülte kicsinyét, és minden bizonyal otthon lesz. Megkönnyebbülten felsóhajtottam, amikor az egyik szolga vette fel a kagylót és közölte, igen, az úrnő otthon van. Szara felsikoltott megkönnyebbülésében, halva hangomat. Gyorsan megkérdeztem, lehallgatják-e telefonját, mire ő azt felelte, nem biztos. Hadarva tette hozzá, hogy Karim csak nem megőrül az aggodalomtól. Dubájból Londonba tudta követni nyomomat, de ott elveszítette. Elmondta a családnak, mi történt, és őszintén bánja a dolgot. Semmi más nem akar, csak azt, hogy én és a gyerekek hazatérjünk. Karim azt mondta, beszélnünk kell egymással. Megkértem Szarát, adjon át férjemnek egy rövid üzenetet. Azt akarom, hogy tudja, megvetem, és soha többé nem lát minket. Megtettem a lépéseket, hogy a gyerekek és én egy másik ország állampolgárai legyünk. Mihelyt új hazám védelme alatt állok, nővéreimet értesítem az új életemről, de Karim soha nem tudhatja meg, hol vagyok. És hogy Karim még jobban aggódjon, azt is mondtam Szarának, tudassa vele, hogy Abdullah fia többé hallani sem akar apjáról. Ezzel témát váltottam. Örömmel hallottam, hogy Szarának kisfia született, és hogy az egész család jó egészségnek örvend. Szara elmondta, hogy apa és Ali borzasztóan haragszanak rám, szerintük vissza kell térnem Riádba, és alávetnem magam Karim minden óhajának, ahogy az kötelességem. Mi mást várhattam volna tőlük, vérszerinti rokonaimtól. Szará próbált lecsillapítani. Megkérdezte, nem volna jobb elfogadni az új feleséget, mint számüzetésben élni. Válaszul megkérdeztem, hajlandó lenne beleegyezni ebbe Assaddal. A hallgatás ékes szóló volt. Miután letettem a telefont, visszatettem pénzemet a táskába, és kiosontam a bankból anélkül, hogy a lelkes igazgató megpillantott volna. Éreztem némi lelkiismeret fordalást, amiért becsaptam, de tudtam, hogy nem kockáztathatok meg egy hívást egy telefonfülkéből. A központ leleplezheti, melyik országból telefonáltam. Eltűnődtem szara szavain, és arcom mosolyra húzódott. Működik a tervem. De úgy gondoltam, miért ne okozza Karimnak még több szenvedést. Beletelik egy kis időbe, mire rádöbben, Soha nem fogom elfogadni, hogy egyike legyek feleségeinek, bármi legyen is az ára. A gyerekek mindeközben mit se tudtak arról, milyen dráma zajlik életünkben. Elhitték a meggyőző történetet, hogy apjuk hónapokra keletre utazott üzleti ügyben. Úgy gondoltuk, nem maradunk riádban unatkozni, hanem inkább kellemesen érezzük magunkat Franciaországban. Abdullah kíváncsiskodott, miért nem hív fel bennünket apja, de igyekeztem lefoglalni leckéivel és bőséges társadalmi élettel. A fiatal agy sokkal könnyebben alkalmazkodik, mint gondolnánk. Két lányunk még túl kicsi volt ahhoz, hogy eltűnődjön a dolgon. Egész életüket utazással töltötték, s most csak apjuk hiányzott, de mindent megpróbáltam, hogy pótoljam őt. Azzal vigasztaltam magam, hogy minden lehetőséget számba vettem. Elképzelhetetlen volt, hogy gyermekeim riádban éljenek, miközben szüleik állandóan veszekednek. Az, hogy anyjuk nélkül éljenek, természetellenes. Egyáltalán nem éreztem lehetetlennek, hogy meggyilkolom a férjem, ha Karim újabb asszonyt hoz életünkbe. Mi hasznuk lenne gyermekeimnek belőlem, ha levágnák a fejem, már pedig minden bizonyal ez történne, ha elvenném apjuk életét. Gondolatban szinte éreztem a hóhér éles pengéjét. Megborzongtam a gondolatra, hogy egy nap valóban megtapasztalhatom hűvösét. Tudtam, milyen szerencsés vagyok, hogy a királyi családból származom, és így a vallási vezetők beavatkozása nélkül oldhatok meg bonyolult jogi és etikai problémákat. Ha nem királyi vérből származnék, ilyesmiért meg is köveznének. De mi, a királyi családtagjai, házon belül oldjuk meg az ilyen botrányokat. A családon kívül senki sem tudhat szökésemről, csak Karim okozhatná halálom. De biztosan tudtam, bármit teszek is, férjem nem fogja véremet kívánni. Havonta egyszer felhívtam Szarát. Most, hogy ilyen hosszan távol voltam hazámtól és családomtól, napjaim és éjszakáim nyugtalanul teltek. De biztos voltam benne, hogy győzhetek. Eltökéltségem és türelmem hatására Karim megváltoztatja tervét. És lemond az újabb feleségről. Öt hónappal távozásom után hajlandó voltam Karimmal beszélni telefonon. Londonba repültem. Beszélgetésünk meggyőzött arról, hogy Karim minden vágya, hogy lásson engem és a gyerekeket. Most fog belépni gondosan felállított második csapdámba. Megállapodtunk, hogy Velencében találkozunk a következő hétvégén. Férjem döbbenten látta, hogy négy nagy darab német testőr kísér. Azt mondtam neki, többé nem bízom benne. Ki tudja, nem bérelte föl fickókat, hogy elraboljanak és úgy vigyenek megkötözve riádba, ahol jogrendszerünk igazságtalanul bánik az engedetlen feleségekkel. Kezdett elvörösödni. Káromkodott elpirult szégyenében. Talán dühítette is, hogy nem képes uralkodni hitvesén. Kompromisszummal váltunk el. Csak abban az esetben térek vissza Riádba, ha Karim aláír egy hivatalos okmányt, mely szerint ameddig ő és én házasok vagyunk, nem vesz magához újabb feleséget. Ha megszegné szavát, elválhatok, gyermekeink nálam maradnak, és megkapom fél vagyonát. Ráadásul megtarthatom a pénzt, amelyet kivettem fiunk svájci bankszámlájáról. Én rendelkezem fölötte. Karim majd kárpótolja Abdullahot, ráadásul mindegyik lányunk nevére elhelyez egy millió dollárt egy svájci bankszámlán. Magamnál tartom útleveleinket és azokat a dátum nélküli okmányokat, melyek szerint korlátozás nélkül utazhatok. Azt mondtam Karimnak, hogy miután aláírta a szükséges iratokat, még egy hónapig Európában maradok a gyerekekkel. Most hatott ugyan eltökéltségem, de az is átfutott agyamon, közöltem vele, talán ha alkalma nyílik meggondolni a dolgokat, irántam érzett vágya elhalványul. Nem óhajtom ugyanazt a dalt kétszer eljátszani. Kari Marca megrándult szavaim hallatán. Ritkán hallhatott ilyen kemény beszédet. Kikísértem Karimot a repülőtérre. Férjem egyáltalán nem volt boldog. Én is jóval kevesebb elégedettséget éreztem a vártnál azután, hogy életem legnagyobb játszmáját ilyen hatalmas győzelemmel fejeztem be. Rájöttem arra, nem sok öröm származik abból, ha egy embert kényszeríteni kell arra, ami helyes. Egy hónap múlva felhívtam Karimot, hogy halljam döntését. Karim bevallotta, hogy én vagyok az ereje, az élete. Vissza akarja kapni a családját, hogy minden úgy legyen, mint az előtt volt. Nem várhatja, hogy miután a közömbösség hideg késével elvágta szerelmünket, ne maradjon nyomában sebb hely, válaszoltam durván. A lehető legboldogabb párok közé tartoztunk, szerettük egymást, szép családunk volt. Mindezt ő rombolta le, nem én. Visszatértem Riádba. Férjem remegő ajakkal mosolyogva várt. Abdullah és a lányok majd megőrültek az örömtől apjuk láttán, és az ő boldogságuktól lassan én is egyre elégedettebb lettem. Kiderült, hogy idegennek érzem magam odahaza, boldogtalan, nyugtalan vagyok. Túl sok minden történt ahhoz, hogy újra az egy évvel az előtti szultána legyek. Igazi célra volt szükségem, valódi kihívásra. Úgy döntöttem, tovább tanulok. Új iskolák nyíltak a nők számára országomban fel kell fedeznem a normális életet, maga mögött hagyva a királyi hercegnők értelmetlen rutinját. Ami Karimot illeti, várnom kellett, hogy az idő begyógyítsa a régi sebeket. Megváltoztatott a harc, amelyet házasságon megmentéséért vívtam egy másik nő fenyegetése ellen. Karim volt életem középpontja, amíg egységünket meg nem gyengítette azzal, hogy egy újabb házasság gondolatával játszott. Szerelmünk nagy részét tönkretette. Most mindössze gyermekeim apja volt. Karim és én nekiláttunk újjáépíteni fészkünket és megteremteni gyermekeinknek azt a nyugalmat, amelyben fel akarjuk nevelni őket. Elmondta, mennyire fájlalja, hogy szerelmünk oda lett, mindent elkövet, hogy jóvá tegye. Azt mondta, ha nem vagyok hajlandó megbocsájtani és a múlton rágódom, a gyerekekkel együtt mindannyian megszenvedjük. Nem fogjuk tudni élvezni a jövőnket. Nem feleltem, de tudtam, hogy igaza van. Családi háborunk véget ért, de a béke íze távolról sem volt édes. Gyakran elgondolkodtam azokon a sebeken, amelyeket rövid életem alatt szereztem. Bármi szomorú is, mindet férfiak okozták. Nem csoda hát, hogy a másik nem, egy tagját sem tudom nagybecsben tartani.